Szeretettel köszöntöm a TAVI Televízió nézőit, stúdiónk mai vendége Mozsárnék utor Veronika képviselőasszony, szeretettel köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Hát vágjunk a közepébe, Keleti Ipari Park, itt aztán jártam arra, nagyon szép utcák vannak kialakítva, és talán jönnek is a gyárak. Mesélj, milyen történések vannak itt. A keleti ipari területen több vállalkozó már vett telket. Utcákat neveztünk el pont azért, hogy sokkal könnyebb legyen nekik az ügyintézés, hogy ne helyrajzi szám alapján, hanem már utcanév házszám alapján tudják megkérni az engedélyeket. Így került elnevezésre három utca. Az elkerülő útról bejövő utca, ahol a trafó is található, az a Trafó utca nevet kapta. Erre merőlegesen az Ipar utca, ami kiér majd a Kossuth Lajos utcáig, illetve a Raktár utca, ez egy zsák utca lesz. Ezen az útszakaszon épül majd fel egy úgynevezett raktár, amit ilyen célból a helyi vállalkozók is használhatnak majd. És nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a keleti ipar területen épül majd fel a helikopterbázis, ahol jelen pillanatban már a tervezés van, a telekalakítások megtörténtek, és a kettő mentő helikopter mellett egy sürgősségi mentőautó is helyet kap, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség lesz, bármilyen baleset történik a környéken, sokkal gyorsabban ki fognak majd érni a szakemberek. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt ezt a keleti ipari parkot létesíteni, hiszen ugye próbálta a város egy másik részen is, de azzal, hogy nem jött be, itt viszont talán a megközelíthetőség minden adott volt. Keresik ezt a cégek, a vállalkozások? Igen, keresik. Már kevesebb az a telek, amit nem értékesítettünk, mint az, ami már eladásra került. Különféle cégek különböző tevékenységet fognak ott folytatni, de ezt a jövő évben már látni fogjuk, ahogy épülnek fel a gyárak, csarnokok. És ha már a város ezen részén vagyunk, akkor beszéljünk egy kicsit, ami még mindig aggasztó egy kicsit, a Marcali Boronka közti útszakasz. Hát ahogy kiérünk vagy beérünk Marcaliba, azért mi történt ezzel az útszakasszal? Ezt nem lehet kijavítani? Vagy ez kinek a felelőssége, kinek a munkája lenne? Ez az útszakasz a közúthoz tartozik, és a helyi közút vezető minden évben felrakja és javasolja arra a listára, ami fejlesztésre szánt utak. Sajnos az elmúlt években még mindig nem élvezett annyira prioritást, ami sajnos nem itt helyben dől el, hogy melyik utakat fogják a megyében felújítani. Úgyhogy ott vagyunk a listán, bízunk benne, hogy mi is kerülünk majd abba a pozícióba, hogy ez az útszakasz elkészült. Tényleg nagyon-nagyon rossz, gyakorlatilag a vasúti átjárótól egészen Szecseiig mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon rossz az útnak a minősége. De ott a vasúti átjáró, ami egy pozitívum ugye történt már tavaly, hogy a vasúti átjárót azt sikerült megcsináltatni, hogy kerékpárátorásra alkalmas legyen. Szívesen veszik igénybe, kisebb, így most a baleset veszély, hogy a kerékpárosok nem az úton közlekednek, viszont az út minősége az tényleg hat kivetni valót maga után. Hát nem mindennapi hónapokon vagyunk túl, és az idén azért Boronkán sajnos nem tudtunk találkozni sem falunapon, sem rendezvényen. Azért ott élőket egy kicsit összetudjátok hozni valahogy, vagy pedig itt gondolok arra, hogy a problémákkal megkeresnek ezt, azért tudsz-e velük kapcsolatot teremteni, vagy tudnak-e egymással kapcsolatot teremteni az emberek? Itt nem csak Boronkáról beszélnék, hanem kompletten a 7-es választókerületről, mert szerencsére nem csak Boronkáról, hanem Marcaliból is egyre többen keresnek meg. Általában természetesen problémákkal, tudják az elérhetőségemet, tudják, hogy hol találnak meg. Ugye Boronka, mint kisfaluként, de a közösségépítés nagyon-nagyon fontos, de ugyanúgy, ahogy a járványügyi helyzet miatt a városban sem lehetett tartani rendezvényeket, természetesen mi Boronkán sem tartottunk rendezvényeket. A májusfát állítottuk fel egy szűkebb csoportba, hiszen annak mégiscsak hagyománya, tradíciója van a faluban, és jelen pillanatban az őszi rendezvényt ugyanúgy, mint a városban mi is lemondtuk, egy szüret lett volna, de azt gondolom, hogy fő a biztonság, és törekedjünk arra, hogy a lehető legkevesebb fertőzés veszélynek tegyük ki egymást. A nyugdíjas egyesület ugyanúgy továbbra működik, ők össze-össze szoktak jönni, szülinapot tartanak, beszélgetéseket, kirándulni is voltak, illetve hát, ahogy nyúlunk bele az őszbe, megijön a virágültetés, ami már évtizedek óta hagyomány, hogy a Boronkai Nyugdíjas Egyesület segítségével készül a virágosítás, mint tavasszal, mint ősszel Boronkán. Ennek is van egy kis összekovácsoló jellege a faluban. És Boronkán sok gondot okozott a csapadékvíz elvezetés, de a tavalyi évben már ott történtek munkálatok. Sikerült megoldani?
úgy néz ki, hogy sikerült megoldani. Most voltak ezek a heves esőzések egy másfél hónappal ezelőtt, nem öntött el senkit szerencsére a víz, egy kiburkolt árok került kiépítésre a Kisfaludi utcába az egyik telken, illetve az útátvágással ez a felgyülemlett csapadékvíz probléma szerencsére teljes mértékben megszűnt, illetve a falu másik részén, például a Váci Mihály utcában elkezdődött tavaly egy árok kialakítás, ugyanis az évek alatt eltűntek az árkok a lakóingatlanok elől, az új tulajdonos már úgy vette meg az ingatlant, hogy nem volt előtte árok, nem is tudta, hogy ott ároknak kellett volna lenni, de így egy árkolási folyamat elkezdődött, ami bízunk benne, hogy majd körbe is érünk mindenütt, így a lakók nagyon nagy segítségével, mert az kell hozzá, így egyre kevesebb a csapadékvíz probléma. Viszont Marszai keleti részén nagyon régi probléma ez a csapadékvíz. Nem a te képviselőséged alatti probléma ez, úgyhogy nem lehet itt újra mutogatni szerintem senkire, de mégis ezt hogy lehetne megoldani? Van erre valami megoldás? Ugye már az én képviselőségem alatt sikerült kialakítani a Szabadság és a József Attila telkek végében, hát csak egy körülbelül egy harmad, egy negyed utcahozban egy árkot, ami a telkek végébe gyűjti össze a vizet, ez kihozza a Puskásti Vadar utcára. Sajnos még mindig probléma a csapadékvíznél, azt, hogy a lakóknak ezeket az árkokat, áttereszeket sajnos mindenkinek magának kell, hogy tisztítsa. Mi fel tudjuk őket esetleg szólítani, szépen megkérni, hogy legyenek kedvesek ezt karban és rendben tartani, mert a sok hordalék eltömíti ezeket a hídgyűrűket, és a víz nem tud a csapadék úgy távozni, ahogy kellene. A másik probléma, meg ami talán régen annyira nem volt jellemző, ezek a heves esőzések, a hirtelen jött gyakorlatilag mini árvizek, amiket nem bírnak már ezek a szűk keresztmetszetű hídgyűrűk el, és ilyenkor bizony előfordul az, hogy egy-egy gyárok kijönt, illetve az, hogy mondjuk napokig vagy hetekig bent posad a víz, és ez senkinek sem jó, mert ugye ez meg kellemetlen szagokkal jár. De hogyha itt vagyunk a keleti város részben gyakorlatilag, itt még az utak azok, amik nagy problémát okoznak. Az utak minősége, ugye említettük a Marcli-Boronka közötti utat, de mondhatnám itt akár a Szabadság vagy József Attila utcát is, de a gördülőfejlesztési tervben most bekerült, hogy vagy a Szabadság vagy a József Attila utca jövőre, legkésőbb 2 év múlva a komplett ivóvízhálózattal, csatornahálózattal felújításra kerül. Ne csak a panaszokról beszéljünk, hanem azért történtek jó dolgok is a körzetedben. Nagyon szép lett a könyvtár felújítása, ugye Bernát ház is át lett adva, és azért nyáron a táboroztatáskor nagy szerepet is kapott mindkettő. Egy kicsit kérdek ezekről, mesélj. Rendben, a Bernát ház az tényleg egy olyan beruházás, ami hatalmas nagy kihasználtságnak örvend, hiszen 7 héten keresztül már tavaly nyáron is, illetve idén nyáron is ott zajlottak le az ingyenes nyári tematikus táborok a Városi Önkormányzat szervezésében, ami hatalmas nagy segítség volt a szülőknek, főleg így a járvány miatt, hogy a gyerekek március közepétől nem jártak iskolába, nagyon sok szülőnek elfogyott már a szabadsága, a szülők belefáradtak, illetve a nagyszülők is a gyerekek felügyeletébe a tanulásba, és több mint 150 gyermeket táboroztattunk a 7 hét alatt, és olyan nagy volt a túljelentkezés, hogy párhuzamos helyszínként a volt Mégszárd utca jóvoda épületét is bevontuk, és 4 héten keresztül párhuzamosan ott is voltak gyermekek, nagyon nagy létszámmal 30-25-30 volt, amikor 35 fős táborok is zajlottak. A Bernát ház tökéletesen alkalmas erre a célra, hiszen nagy a belső tér is, a csoportszobák vannak, el tudjuk osztani a gyerekeket a speciális foglalkozásoknál, mondjuk ott van a park, nem kell attól félni, hogy autók jönnek, ott van a futballpálya, a sportcsarnok, amit ugyanúgy használtak a táborok alatt. Illetve itt a táborra kapcsán megemlíteném, hogy a tábort úgy próbáltuk szervezni, hogy a gyerekeknek az érdeklődési körét, ugye minden héten másik tematika volt, és bevonva ebbe a helyi vállalkozókat is, ezért sem vittük el őket vidékre, hanem ugyanúgy a gyékben étkeztek a központi konyhán, a mesterétterembe kapták a fagyit, a játszóházba mentek, helyi vállalkozó szállította őket, úgyhogy támogatva ezzel a helyi vállalkozókat is. És ugye a könyvtár mögött sajnos elmaradt a rózsaültetés, de ugye azért nem szűnik meg, hiszen az egy gyönyörű rendezvény volt évről évre.
Így van, nem szűnik meg, bízunk benne, hogy jövőre be tudjuk pótolni az idei elmaradt rózsaültetést is, és hogyha már a könyvtárról beszélünk, akkor érdemes azt is megemlíteni, hogy a könyvtár is ugye egy nagy fejlesztésen esett át, ami nem kívülről látszik, hanem most egyelőre még ugye belülről, gyönyörűen felújult egy két helyiségből álló, ami régen raktár volt. Itt háromdimenziós nyomtatók, lézervágó került elhelyezésre, illetve virtuális valóság berendezések kerültek megvásárlásra. Ezek a gépek, ezek csodák. Az embert elvarázsolják, és a helyre repítik el, amit nem is tudjuk elképzelni, hogy ilyen dolgok léteznek. Nagyon-nagyon szerették a gyermekek, táborok alatt is látogatták ezeket a különlegességeket, illetve a Buzás János tartott foglalkozásokat gimnazistáknak is, illetve csoportoknak, akik megkeresték, és nagyon-nagyon jó előadásokat hallhattunk. Felnyitotta a szemünket egy kicsit, ez már, nekem már ez egy kicsit 22. századi technika. Nagyon-nagyon jó dolgok vannak a könyvtárban, érdemes ellátogatni. És ugye ezt bárki igénybe veheti, aki bejelentkezik? Így van, bejelentkezés alapján igénybe lehet venni, időpontot kell egyeztetni, és akár még kis előadást is lehet róla hallani. A bizottsági munka is az idejében egy kicsit máshogy alakult, mint az eddig megszokottak. Egy kicsit kérlek a bizottsági elnökként tájékoztasd a nézőket, hogy miről is szól a bizottságod. A bizottságunk nagyon összetett, a civil egyesületek, a sport, az idegenforgalom, egy kicsit az ifjúság is hozzánk tartozik, nagyon-nagyon sokrétű. Sajnos az idejében, ugye március végén, április elején szoktuk kírni a közművelődési és a sportpályázatokat. Ezek a pályázati kiírások idén elmaradtak, hiszen a vírus miatt nem lehetett rendezvényeket megvalósítani, és a legtöbb egyesület, szervezet, akik itt pályázni szoktak, azok rendezvények megvalósítását tervezték ebből az összegből. Ezek elmaradtak. Viszont a kiemelt kulturális, illetve sportegyesületek, ők ugyanúgy megkapták a támogatást, a bírálat megtörtént, viszont egy 20%-kal csökkentett összeg került számukra a kiutalásra. De az önkormányzatnak célja továbbra is a sportoknak a támogatása, és a jövő évben is azon leszünk, hogy a sportegyesületek TAO feltöltését tudjuk támogatni, hogy az önrészt meglegyen hozzá, bízunk abban, hogy ehhez megfelelő eredmények is fognak majd társulni. A fejlesztések tekintetében ugye a város most talán az egyik legnagyobb fejlesztésére készül, a Zöld Város projekt hamarosan indul. Ez a te körzetedet érinti? Annyiban érinti az én körzetemet, hogy gyakorlatilag a Békepark, vagy ahogy mindenki ismeri, a könyvtár és a sportcsarnok park is a Zöld Város projektnek a része. Itt a park sétányok fognak teljes mértékben felújulni, megújulni, egy kicsit csinosítva lesz a környék, még otthonosabbá lesz, kellemesebb a sétára. Az pedig, itt a Rákóczi utca, az pedig már képviselőtársamnak a körzetéhez tartozik. Megint a nyakunkon a vírus. Hogy látod, tervezhetünk rendezvényeket az idei évben, vagy inkább az a koncepció, hogy egyelőre inkább vigyázunk egymásra? Amit én látok jelen pillanatban az, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket, és ezért került lemondásra a Szüreti Fesztivál is, hiszen nagyon nehéz lett volna egy szabadtéri rendezvénynél is odafigyelni a védőtávolságok betartására és arra, hogy hány fő jöhet be. Nem feltétlenül lett volna igazságos az, hogy az 501. embert már nem engedjük be adott esetben a kordonokon belül. Az idejében mi tervezünk az adventtel, de még meglátjuk, hogy hogyan alakul a járvány. Az biztos, hogy egy speciális helyzet, amiben így, mint mondhatom, fiatalként nem volt részem, de talán még a szüleimnek sem, hogy miket kell betartani. Vigyázzunk egymásra, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyünk toleránsak egymással, és figyeljünk oda a másikra, mert lehet, hogy néha nem is a tehetetlenség, gondolok itt, hogy engem megkeresnek idősek is, akár Marceliból, akár Boronkáról, hogy akkor most ő hogy tud egy dolgot elintézni, hogy ő nem mer elmenni ide-oda, hogy nyújtsunk segítséget azoknak, akik elfogadják, illetve azoknak, akik rászorulnak. És hát vigyázzunk, mert hogy a gyerekeink járjanak még iskolába, mert az egy nagyon nagy feladat volt, hogy otthon kellett tanulni a gyermekekkel. Igen, itt már mondtad, és a városnak mindig is fontos volt az idősekről való gondoskodás. A körzetedben sok az idős fel van mérve, hogy egy esetleges járvány esetén kikre kell figyelni, van egy ilyen lista akár? Konkrét listáról nekem nincsen tudomásom.
körülbelül ismerem a városban a lakókörzetemben lakó időseket, illetve nagyon jó a kapcsolatom a szociális szolgáltató központtal, és én is jelentettem bárbe nekik olyan idős, aki engem keresett meg, hogy mondjuk a járvány alatt akkor hogyan tudunk neki ételt vinni, hogy ne kelljen neki elmennie. Ebből több is volt. Valakinek tetszett, valakinek nem az ezzel kapcsolatos intézkedés, de tudjuk, hogy kikre kell odafigyelni. Hát vége a nyárnak, mennyire volt időt pihenni, hiszen mondjuk a táborokat tudom, hogy csináltad, hogy telt a nyár, és tervezel most pihenést? Nagyon mozgalmasan telt a nyár. A augusztus utolsó másfél hetében voltam én is egy kicsit szabadságon, élveztük a jó időt, élveztük a Balatont, azt, hogy lehet kirándulni, és én imádtam ezt a mozgalmas nyarat, hogy mindegyik tábor másról szólt, hogy új gyerekek fordultak meg, akik eddig még nem táboroztak, de most kedvet kaptak hozzá. A régiek már úgy jöttek, mintha hazajöttek volna, és gyakorlatilag családtagként üdvözöltük egymást. Nem tervezek most az ősszel pihenést, örülök, hogy úgy visszaállt minden a rendes ritmusba, hogy reggel fölkelünk, iskola, munka, és akkor a délután pedig iskola, illetve munka után a családé. Egy kicsit szeretném ezt még így sokáig folytatni, hogy járjon mindenki oda, hova kell. Hát ez jó egészséget kívánok, és hát imádkozunk, hogy a vírus ne érje el Marcalit, meg az országot. Sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, és nektek is jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, nézőinknek köszönjük a figyelmet, viszontlátásra. Viszontlátásra.